hogy volt olyan, hogy jaj, de rossz nekem, így húzódik, úgy szűr, és mit csinálunk? Hát jó meleg víz, azt azonnal segít. A vajudás közben jelentkező fájdalmakról beszél éppen a szakember. A József András Oktatókórház szülészeti osztályának nyílt napjára elsősorban kismamákat és kispapákat vártak. Az alternatív szülés lehetőségei a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház intézményeiben ma már elérhetőek. Az információkat itt első kézből kaphatták meg az érdeklődők. Mikorra várjátok már a baba érkezését, és van esetleg már szülési terv, hogy hogyan tervezitek a szülést? Július 2-ára várjuk. Hát igazából így nem gondolkoztam, első szülés, aztán így nagyon nem tudom, hogy mi hogy történik, azért is jöttünk el most, hogy lássuk a dolgokat, hogy néz ki. És az alapján, amit most láttál, van-e olyan, amiben biztos vagy benne, hogy azt szeretnéd a szüléskor, illetve a szülés után? Hát ezek a szobák nagyon tetszenek, úgyhogy azért bízok benne, hogy lesz szabad hely, mire oda kerül a sor. Aztán így kényelmesnek tűnik, igazából örülnék neki, ha tudnak élni a lehetőséggel. Apás szülés lesz egyébként. Igen, úgy tervezzük, hogy apás szülés lesz. A megyei kórház főigazgatója elmondta, a családok életük legintimebb időszakát töltik ebben a környezetben, ezért kiemelten fontos a tisztelet és szeretetteljes légkör megteremtése. A Családbarát Szülészet program keretében mind a három telephelyünkön, így Nyíregyházán, Mátészalkán és Fehérgyarmaton is fejlesztettük a szülészeti osztályainkat. Ennek keretében mind a kórtermek, mind a szülőszobák megújultak. A fejlesztés tartalmazta a családbarát és a természetes szülés támogatásaként az egy férőhelyes szülőszobák kialakítását is. Itt Nyíregyházán 4 ilyen szülőszobánk is van, amelyben nagyon tágas, kellemes környezetben tényleg az egész család jelenlétében történhet a vajudás, és hogyha a kismama úgy kívánja, akkor akár a szülésnél is jelen lehet az apuka. A szakemberek kiemelték, a várandós nőknél a legnagyobb problémát a félelem jelenti, ezt pedig sok esetben az információ hiány okozza. A szülések közel fele császármetszéssel történik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján is hozzáférhető statisztikák szerint megyénkben évek óta 40% feletti ez az arány. A szakemberek azt hangsúlyozták, kiemelt cél a természetes szülések számának növelése. Ennek feltétele többek között az alternatív vajudási lehetőségek mellett a gyengít születés biztosítása. A szülésznőgyógyász főorvos elmondta, a természetes szülés pozitív élettani hatásai bizonyítottak, fontos azonban kiemelni, hogy a családok összekovácsolódása is a szülőszobán kezdődik. Kívánságai szerint a szülési tervet hozza, kitölti, várandós gondozóval, védőnővel, esetleg szülésznővel egyetemben. Abban lévő kívánságok közül gyakorlatilag mindent tudunk teljesíteni. Otthonról hozott zene hallgatástól kezdve, zeneszerszámok keresztül, bordásfal, egyéb labda alkalmazásától, alternatív vajudáshoz tud vízben szülni, arra is van lehetőség minden további nélkül. Egész jó gyakorlat van most már az országban, talán másodikként a vízben szülést bevezettük be, tehát ezek mind rendelkezésre állnak. Gyakorlatilag az az igazság, hogy ennek az egész levegőnek, ennek az egész szisztémának ki kell szivárognia, ki kell kerülnie a köztudatba. És tudnia kell az anyukáknak, a családoknak, hogy ez a lehetőség adott. A nyílt napra rengetegen érkeztek. A szülészeti osztály folyosóján kihelyezett standoknál többek között pszichológiai, perinatális, dietetikai, szoptatási és babahordozási tanácsadók is várták az érdeklődőket.